hogy arról fogunk beszélni, hogy az online oktatást, a hibrid oktatást, meg az otthoni digitális eszközhasználatot hogy tudjuk szabályozni. Ez az ábra azt mutatja, hogy ugye mi történik velünk, amikor valami stressz ér minket, ugye ez volt tavasszal a digitális oktatás, ami ránk szakadt, hogy ki kellett lépnünk a komfortzónánkból, ugye ez a komfortzóna, először átlépünk a félelemzónába, aztán a tanulás és a növekedési zónába. Különböző gondolatok vannak ezen az ábrán, hogy kinek mi állt a fejében olyankor. Érdemes egy kicsit nézegetni, hogy az ember megtalálja magát, hogy belőle mire gondolta abban az időben, nem kell hangosan elmondani vagy szintvallani, ez mindenkinek egy nagyon nehéz időszak volt valószínűleg. Úgyhogy igen, itt vagyunk, ezért látszik, hogy túléltük ezt a nehéz szakaszt, és a félelem zónában átléptük a tanulási zónába, és aki most itt van, és eljött, hogy harmadszor jöttek el, ezt tudom, köszönöm, azok azt jelenti, hogy tanulni akarnak, és készülni akarnak tudatosan a kihívásokra. Az adott szülői létünk egyik legfontosabb eleme, hogy azt abból tudunk adni, amint van. Ha egy szülő fejleszteni akarja a gyerekét, akkor neki is fejlődnie kell. Tehát aki tanul, azt tudja a gyerekét is segíteni ebben a tanulásban. De ez a kérdés, hogy most ez az online vagy hibrid oktatás van, vagy lesz-e, ezt meglátjuk, de minden esetben nekünk szülőként nem kell tanítanunk a gyereket, akkor sem, hogyha otthon van. Nekünk szülőnek kell maradni, tanítani az csak is a pedagógus tisztje. A szülő azban kell, hogy segítse a gyereket, hogy tudjon tanulni. Márpedig a tanulás az ugye egy olyan dolog, amit mi felnőttek is, szülők is tudunk, hisz mi is tanultunk, tehát ebben már rögtön komfortosabb egy embernek az élete. Mondok egy-két dolgot, amit viszont egyrészt kommunikálhatunk az iskola felé, másrészt mi szülők csúnyán mondva kikényszeríthetjük akár az iskolában, mert azért mégiscsak mi vagyunk többen. Tehát iskoláként csak egy platform legyen, az azt jelenti, hogy ne az legyen, hogy egyik feladat a Zoom-ba jön, a másik a Messenger-en, a harmadik Krétába, a negyedik a Teams-be, és úgy kell összefogarászni, nem tudom kinek volt ilyen élménye, de nagyon sokszor hogy legyen legnehezebb, hogy mire megtalálták a feladatokat. Tehát ez a fontos, hogy egy platform legyen. És ezek egy helyen legyenek elérhetőek. Ez szintén tulajdonképpen csak egy technikai dolog. Mint ahogy az iskola is egy helyen elérhető, és a tornaóra, meg a történelemóra, meg az angolóra ugyanott van, így az online oktatásnál nagyon fontos, hogy egy drive-on vagy egy megosztott felületen legyen minden elérhető, és ez a pedagógusoknak a feladata, vagy a technikusoknak. A heti tervezés, ugye nem véletlenül van az iskolában órarend, mert tanévrendje, meg ilyen dolgok, hogy ez is nagyon fontos, hogy legyen egy heti tervünk, hogy a pedagógusok ezt így adják fel, vagy ha nem így adják fel, akkor mi szülőként ezt kommunikáljuk a gyerek felé, semmiképpen sem lehet egy online oktatás során ugyanazt a napi feladatmennyiséget elvárni, mint amit egy hagyományos iskolában megtesznek. Tehát most mindenkinek új volt március, április, májusban, biztos a pedagógusok is meglepődtek ezen, és hibáztak esetleg meg mi szülők is, de tanuljuk belőle, és ha esetleg még egyszer ilyen lenne, akkor ezeket tartsuk be, és a gyerekeknek csak egy életük van, és egyszer gyereket, ővel nem lehet ezt még egyszer megcsinálni. Tehát, hogy legyen egy heti terv, hogy lehessen azt tudni, hogy megvan a feladat, sok feladat is akár, de csak jövő csütörtökre kell beadni, és akkor a szülő dolga mondjuk, hogy azt a tervezésbe, a napi rendekbe beillesz-e. Tehát ne naponta kelljen készülni, hanem heti tervezés legyen. Maximum napi 3 óra képernyőidő szabad, még oktatási témában is. Tehát az, hogy a gyerekeket 6-7 órára a képernyők elé ültették, hogy most ilyen Zoom óra, most olyan feladat, most ezt keres ki az interneten, most ezt csinál, ez a gyerek ellenes dolog. Tehát semmiképpen nem szabad napi 3 óránál több időt. És nem úgy, hogy az egyik tanárnak van 3 órája, meg az összes többinek is 3, nem. Egyetlen egy 3 órás időtartamba minden be kell férjen, és nyilván nem egyszerre kell ezt a 3 órát letölteni a gyereknek, hanem szünetekkel. Erre mondják, hogy ez kivitelezhetetlen. Amikor van 2 órája egy gyereknek, akkor melyik 3? Hát ezért kell
igen, hát ez márciusban az volt, mert senki nem tudott elkészülni, hogy péntekről hétfőre kellett, most azért több időnk van. Tehát, hogyha kivitelezhetetlen, akkor én akár azt is mondom, hogy akkor a gyerek nem teljesíti az iskolai elvárást, mert a gyerek egészsége nekem szólnak fontosabb, mint a tanulása. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, én ezt nem kétlem. De most ennyi időnk volt rá, hát 7 óra volt a tervel március óta, azért már az iskolák is készülhettek. Én simán ezt mondtam márciusban is, hogy a gyerek egészsége az nekem fontosabb, mint a tanulmányi előmenetele, de nekem könnyűben már 8-os, illetve akkor még 7-es volt. Úgyhogy megértem, hogy ez nehéz helyzet, de nekünk szülőként a gyerek mellett kell állnunk. Tehát nincs, hogy a tanár valamit ráöltik a gyerekre, mert a gyereknek nem jó. Szóval én ebben másképp gondolkodom, de lehet velem vitatkozni, mert hát nyilván mindenkinek a saját. Én ezeket ilyen irányítatásként adom, és mindenki a saját tanárával, iskolájával lemecseli. Szóval a jelenléti képzés, ugye azért tettem két idézőben, hogy az a jelenléti képzés, amiben mi most vagyunk. Tehát itt vagyunk fizikailag egy légtérben, egymással, látjuk egymás szemét, még hogyha teljes arcunkat nem is. De az online jelenléti képzés, ugye az is nagyon fontos volt, főleg a kisebb gyerekeknek, hogy lássák a tanárt, tehát lássák a személyesen az arcát, a gesztusait, a hangját hallják, tehát hogy ott legyen a képernyőn, és ne csak feladjon egy feladatot, vagy egy kis ablakban megjelenjen, vagy egy videót küldjön, vagy ilyesmi, hanem legyenek ott jelen egymásnak, és egymás lelkét tudják érezni. Ez szintén nagyon fontos, hogy személyes kapcsolatot építsenek ki. Ez, amit most mondok, ez alsó tagozatos, vagy általános iskolás gyerekekre vonatkozik. Nyilván a középiskolában minél érettebben, minél előbb egy gyerek, annál jobban lehet ezen lazítani. Hiszen akkor már ő egyrészt ki tudja fejezni a saját igényeit, másrészt pedig már van akkor a rutinja, hogy tudja, hogy neki mi a jó a tanulásban. Meg van egy önálló motivációja is, jó esetben. Online közösségi játékok és stresszoldás. Azért, hogy valamit online kapunk, attól az még nem lesz játékos. Tehát attól, hogy, és attól még nem lesz emberi. Hogy az interneten jön, és az internetet általában kedvelik a fiatalok, attól, hogy a feladatok az interneten jönnek, attól még nem lesznek motiválóak és kedveltek. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek az online térben is közösségi játékok, kettes, hármas, kis csoportos játékok, ilyen stresszoldó feladatok, rengeteg ilyen van már, azóta már ebben is nagyon sokat fejlődtek a tanárok is és a trénerek is, és nekünk szülőknek különösen fontos, hogy ezekre figyeljünk. Mindenki a saját gyerekénél tudja, hogy neki mi a stressz csökkentő dolog. Most ezek a remek gyerekek például rajzolnak, de valaki melyik gyereknek a meseolvasás tetszik, vagy éppen a szabad levegősétálás. Minden szülőnek maga észre kell vennie, hogy hogyan tudja a gyerekben oldani a stresszt, illetve hát saját magában is. Vizuális elemek, videók és applikációk, tehát ezeket minél többet érdemes megismerni, és keresgélni, és váltogatni. Erre fogok mutatni külön lehetőségeket, de ez megint csak egy pedagógiai kérdés. Tehát, hogy milyen vizuális elemeket meg applikációkat használ egy tanár, az az ő dolga, az a pedagógiai dolga, hogy ő a pedagógiai céljához mit rendel hozzá. Ezt mi szülőként nem tudhatjuk, úgyhogy ez inkább az ő azt az elvárásunkat fejezhetjük ki, hogy ezt szeretnénk, hogy minél változatosabb legyen egy eszköztár, vagy online eszköztár. Ugye ez lenne a feladat, hogy ugye ezt írjuk, hogy legyen, hogy megbeszéljük, hogy milyen, hogyan lehet megtalálni az online oktatásban hasznos eszközöket. Hát az, hogy hogyan kell használni a Microsoft Teams-et, a Zoom-ot, vagy a Skype-ot, vagy a Krétát. Ezt egy ilyen workshopon nem fogjuk tudni megtanulni, de erre remek videók vannak. Tényleg le lehet lassítani, folyamatábrák vannak benne, külön elmagyarázzák, vissza lehet tekerni, tehát azokból meg lehet tanulni, idő kell hozzá a tény, össze kell fogni. Nekem azt szokott segíteni, meg azt szoktam látni másoknál is, hogy csinálnak ilyen laborokat. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy valaki ért hozzá, vagy kettő, tehát mondjuk két szülő, mondjuk 20 meg nem,
és közösen belépnek mondjuk egy Zoom-ba, vagy egy Skype-ba, vagy egy Messenger beszélgetésbe, és az az egy, aki, vagy kettő, aki ér hozzá, az végigviszi, mutatja a folyamatot, és mindenki más azt látja. Gyakorlatilag, mint itt egy tábla előtt, mindannyian ugyanazt nézzük, és akkor mindenki meg tudja, hogy azt a dolgot csinálni, nem csak nézi, hanem véghez is viheti, és az, aki ér hozzá, az rögtön tud adni visszajelzést, tehát rögtön tud adni feladatokat. Úgyhogy, és ugye addig nem megyünk tovább, amíg mindenki meg nem tudja legalább olyan szinten, ez mondom megint csak idő és energia, de ezt meg lehet oldani közösen, és ehhez ugye nem kell fizikailag egy helyen lennünk, tehát akár egy késő esti órában, hétvégén úgy is megoldhatunk, hogy nem találkozunk egymással. És ha esetleg erre valakinek nincsen erőforrása, akkor már mindjárt mutatom, hogy vannak ezek a szülőket segítő csoportok, ott lehet keresni ilyen erőforrásot, hogy az internet az egy végtelen erőforrás, biztos, hogy találunk olyan embert, aki ért hozzá, és az interneten össze vagyunk egymással kapcsolva, ezért nem kell, hogy fizikailag jelen legyen. Tehát én azt javaslom, hogy ezt így oldjuk meg, és viszont amellette az, hogy nem tudtuk, hogy hogyan kell használni, mint a Zoom-ot, vagy a Discord-ot, vagy a Teams-et, igazából az volt a nehéz, hogy nem tudtunk magunkkal ebben a nehéz helyzetben mit kezdeni, vagy beszélek magamról, mert nem tudhatom, hogy kinek milyen érzéseim voltak. Tehát nagyon nehéz volt az, hogy kilátástalanság volt, nem tudtuk, hogy mi lesz, mennyire lesz súlyos ez a betegség, kit fog érinteni, mi van a szüleinkkel, megmarad-e a munkánk, tehát nagyon sok minden egyszerre jelentkezett, illetve hát ugye a gyerek is nagyon nehéz volt nekik megteremteni az otthoni jólétet, és így ez nagyon nagy feszültség volt. Ilyenkor sokszor nincs más megoldás, hogy mondjuk ki, hogy most mi kétségbe esettek vagyunk, nem tudjuk, hogy mi történik, meg vagyunk ijedve, tehát lehet a negatív érzésekről is beszélni, csak beszéljünk róla, és szerintem az első órán osztottam én ezt ki, de meg lehet találni így, hogyha beírjuk a Google-ba is, hogy érzések listája, hogy egy olyan dokumentum, az megvan ugye az a papír, az a érzések listája, ugye? Hogy a pozitív és negatív érzelmek vannak a felsorolva több mint 200 kifejezéssel. Szerintem még a leggazdagabb szókincső embernek is sokszor nem biztos, hogy 200 érzelemről tudna beszélni, viszont ha ott olvassuk, akkor az segít abban, hogy megfogalmazunk, hogy mit írunk át. Tehát nagyon sokszor ez segít, hogy kimondjuk az érzelmeinket. Na tehát ugye van a digitális pedagógia és a digitális szülőség, ezt ugye idézőjelbe kellett volna tennem, de mire is van szükség? Folyamatosan kommunikálni kell, tehát elmondani, hogy én a szülő mit szeretnék, mit élek át, mit látok a gyereken, és ugyanezt elmondja a pedagógus is. Most, amikor rendes tantermi oktatás van, erre tulajdonképpen nincsen szükségünk, erre vannak ugye a szülői estek, meg a fogadóórák, kréta, egyéb üzenetküldési mód, de amikor az egész átterülik a digitális térbe, akkor nagyon fontos, hogy beszélgessünk erről. A szülőben találkozom, mondtam a legelején is, tehát hogy egyáltalán nem kell azt átvállalnunk, hogy a gyereket tanítjuk. Akkor sem, hogyha alsó tagozatos, akkor sem, hogyha tudunk írni, olvasni, és tudunk számolni a szinten, mint a gyerek. A gyereket tanítani az egy külön szakma, nem véletlenül tanulnak ők az egyetemen vagy a főiskolán. Nekünk szülőként nem kötelességünk tanítani, az a dolgunk, hogy a szülői támaszt és hátteret biztosítjuk csak a gyerek számára. Ez persze nem szabad ebben így belefeszülni, hogy ez most az én dolgom, meg a te dolgod a pedagógussal szemben, viszont a pedagógusok se akarták ezt a helyzetet, ezt nem ők kényszerítették le. Ebben érdemes közelíteni egymáshoz az álláspontjainkat és egy konszenzust létrehozni. Ugye, amikor belelátunk egymás életébe, akaratlanul a digitális eszközökön keresztül, akár szó szerint a kamerákon keresztül, akár áttételesen, ezért ebből számos konfliktus keletkezett, úgyhogy ilyenkor érdemes ugyanúgy figyelnünk arra, hogy kinek mennyi a kompetenciája. Tehát abban nem szólhatunk vele, hogy kinek milyen párkapcsolata van, hogy bánik a másik gyerekével, mennyit főz, meg hogyan tartja rendben a lakását. Ebben, ha bele is látunk, ez egy kínos helyzet volt mindenki számára, de ebből következtetéseket levonni, vagy bármit emiatt
elítélni, azt nagyon nem előrevezető dolog. Úgyhogy ezt szerintem tegyük félre, és ezt ugyanúgy, mint amikor beszélünk, találkozunk valakivel az utcán, akkor sem nézünk bele a táskájába, mert nem tudjuk, hogy milyen a lakása, erről nem mindig erre appellálunk, hogy kinek milyen a életvezetése, akkor is, hogyha a digitális eszközökön ezt átlátjuk. Mindig, én azt gondolom, hogy a legfontosabb mindig a gyerekek szempontja, tehát mindig ők vannak a középpontban, ők a legfontosabb ebben, tehát ha érdek ütközés van, akkor azt kell nézni, hogy a gyereknek mi az érdeke, nekünk szülőként meg főleg ez a dolgunk, hisz a gyerek az hozzánk tartozik. Tehát, és mondom, itt nem érdemes áltatást, hisz a pedagógus nincs ellene a gyereknek, csak ugye ők a munkahelyét, meg a munkáját akarja elvégezni, tehát ez mivel mindenkinek új ez a dolog, ezt nagyon határozottan, de ez az önérvényesítő kommunikáció, ugye az asszertív kommunikáció, tehát azt, amit én képviselek, már pedig, hogy én a gyermekem érdekében elkötelezett vagyok, ezt érdemes képviselni. Nem a tanár ellen, de a gyerek érdekében. Bocsánat, hogy közben ezt a szülő nem tanár, ezt én nem tudom lefordítani, ezt, hogy a szülő nem tanár. Tehát mi kaptunk naponta feladatokat, egy feladatlistát, hogy a könyv vagy munkafizet mely feladatot itt oldjuk meg, és küldjük vissza. Tehát nekünk több mint egy hónapig nem voltak online órák, tehát nekem van egy másodikosom, és tanítsam meg neki a maradékos osztást. Mivel nincsenek online órák, nekem kell megtanítani. Tehát én ezt, hogy a szülő hát, nem tanár, ez jól hangzik, de hogy... Igen, ez egy idevizáló, ide kéne jönni, igen. Értem, hogy nem, tehát akkor van lenne belül a harmadik út, tehát én szép teszem a kezembe, hogy tanítsa más. De ez meddig volt ez? Végig? Márciustól, júniusig? Az két hétben voltam, nekünk volna egy órány. Azért másodikban az nem... Tehát, hogy és most rendes oktatás van? Most igen. Hát akkor erre érdemes szerintem akár egy szülő értekezleten, akár egy fogadórán beszélgetést kezdeményezni, megnézni a tanterület ajánlását, meg van egy ilyen oldal, hogy digitális módszertani pedagógia központ, az a DPMK, és azon az oldalon is vannak ilyen ajánlások. És azt ugye azt az oktatási hivatal és az oktatási szakemberek ajánlása. Tehát érdemes ott megnézni, és elkezdeni egy tárgyalás, hogy én szülőként nem vagyok köteles ezt megcsinálni, nem, ez nem a szülő dolga. Szerintem a alsóban egyáltalán nem volt jellemző az online óra. Az elsősöknek már tartottak, de alsóban nem volt jellemző szerintem, hogy online óra tartottak volna. Tehát itt az volt, hogy megkaptuk a házi feladatot, és a gyerek, de hát nyilván egy elsős, másodikos, harmadikos nem fogja tudni önállóan azt letölteni, elvégezni és visszatölteni, hogy megkapja a tanítónéni. Én úgy gondolom, hogy ez a pedagógus dolga, az, hogy a pedagógus nem tudta ezt megoldani, akkor már nem volt eszköze, azt elfogadom, de mostantól kezdve már nem fogja hivatkozhat erre. Tehát ezt most vegyük úgy, hogy ezt most átvállaltuk tőle, hogy a gyerek érdekében, de hogy ez biztos, hogy nem a szülő dolga hosszú távon is, és nem is szolgálja a gyerek érdekében ezt, hogy ezt a szülő csinálja. Úgyhogy érdemes, akkor vagy bevonni egy külső segítőt, segíteni a pedagógusoknak ebben fejlődni, vannak pedagógus továbbképzések erre a célra, vannak online továbbképzések is, tehát ezt a pedagógusnak kell megtanulni, ezt az eszközt használni, a szülőnek meg ebből hátrán lépni, és azt mondani, hogy ez nem az ő feladata, mondom, nem ilyen nyersen, mint ahogy ide van írva, hanem szépen egy tárgyalás útján egy konszenzus létrehozni, hiszen szerintem minden szülőnek nehéz az egy gyerekesnek is, meg a sok gyerekesnek is, mert a szülői szerepeink mást kívánnak az oktatási rendszer sem olyan, hogy azt otthon lehessen végezni. Az otthon oktatott gyerekek az egész más rendszerben tanulnak. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kezdjenek el egy tárgyalást, ne legyen még egyszer diktás oktatás, főleg alsóban ne legyen, de hogyha mégis lenne, akkor legyen már előtte ez előkészítve, hogy tudnánk ebben csökkenteni a szülők terhét. Nem túl terhelve a pedagógust, és a gyerekeket mindenképpen helyzetbe hozni. Mondom, a digitális pedagógiai módszertani központ, az a DPMK, annak az oldalán is nagyon jó anyagok vannak, erre vonatkozóan. És van egy olyan Facebook oldal, hogy digitális témahét tanári fórum,
azon pedig webinárok vannak, tehát ilyen 50 perces felvett órák, amikor valaki egy szakértő, egy pedagógus szakértő beszél különböző online eszközökről. Tehát egy pedagógusnak szerintem ez a feladata, hogy ezeket megtanulja, és ezeken keresztül olyan eszköztára vegyen, hogy a gyerekeket ne ilyen összeszedegetett feladatokkal a szülőnek eljártak oktatnia, hanem ezt a feladat is meg tudja oldani. Alsóban tényleg nagyon nehéz és nagy kihívás, de én láttam erre jó megoldásokat, és biztos vagyok benne, hogy ez lenne a hosszú távon a jó megoldás. Jó? Nagyon pozitív visszajelzés, tehát még így is, ha nagyon nehéz, akkor ezt a tanárt is érdemes valahogy, vagy pozitív visszajelzéssel illetni, hogy megpróbál eszközöket találni, kommunikál, stb. Mindenkinek nagyon fontos a pozitív visszajelzés, és ezt valljuk őszintén, nagyon keveset kapunk is, nagyon keveset adunk is. Tehát az, hogy valakinek problémája van egy tanárral, egy szolgáltatóval, egy buszvezetővel, akkor hamar föltalálja magát ez a hír a Facebookon, vagy bárhol, míg hogyha elégedettek vagyunk, vagy simán normálisan működnek a dolgok, akkor azt nem szoktuk megírni. Úgyhogy érdemes pozitív visszajelzéseket is adni. És ugye ezek a Rogers-i alapelvek, amik igazából a hétköznapi életben is működni kelljen, működniük kellene, tehát hogy fogadjuk el mindenkit a maga képességeivel, ne legyünk erőszakosak se verbálisan, se fizikailag nyilván, és hogy ne ítélkezzünk, tehát ne ítéljük el az ember, az, amit tesz vagy nem tesz, azt nyilván illethetjük kritikával, de keressük mindig a konstruktív megoldást. Tehát, hogy milyen pedagógiai eszközöket lehet használni, ugye megint csak a pedagógusok dolga, de ugye mi is segíthetjük, tehát általában mindig a kevesebb az több az otthonoktatásban is, tehát hogyha kevesebb feladata van, lelassulhat a gyerek, több megfigyelni, tevékenykedni valót kap, és kevesebb hagyományos oktatási dolgot, több élményszerű játékos oktatásra vehet részt, akkor az hasznos neki. Pedagógiai célok, ugye ez megint csak a pedagógus dolga, hogy milyen pedagógiai céljai vannak, a fejlesztés, a memória, a készsége, ezt ők tudják, ezt ő nekik kell minden gyereket a saját magához képest, illetve hát a tanmenetnek megfelelően fejleszteni. Viszont, hogyha feladatokat adnak, vagy anyagokat küldenek, ugye mondtam az elején is, hogy akkor azt egy helyre gyűjtsük össze, és ne kelljen össze-vissza keresgélni, és egy helyre összegyűjtve, ugye azoknak érdemes könyvtárakat kialakítani, tehát a tantárgyak szerint, vagy a gyerekek életkora szerint, vagy a osztályok szerint, ez alapvető, alapfokú internet használati, vagyis számítás technikai ismeret. Szerintem mindenkinek megvan az, hogy könyvtárakat létrehozni, fa struktúrát, ez megvan, ugye? Tehát, hogy ez fontos. Alsó gyereknek én még nem mondanám, de egy felsősnek már ezt magától is tudnia kell, hogy mappába rendezze a dolgait. És oda mentse. A csoporttagságról mindjárt beszélni fogok, mutatok konkrét csoportokat. Hagyj kérdezzem meg, hogy ki tagja ilyen oktatásra kapcsolatos Facebook csoportoknak? Na, szuper. Ki az, aki 10-nél kevesebb ilyen csoportban tart? 10 és 20 között van olyan? Nincs. Aha. Van? Na. Hát én megmondom őszintén, ezer csoportnak vagyok a tagja. Én is meglepődtem, amikor megláttam. De én úgy gondolom, hogy mindig tehát minden egyes problémára én egy Facebook csoportot szoktam keresni. És hát már volt egy pár problémám, ezért ezer csoport tagja, de tényleg nagyon jó. Mit csinál egy Facebook csoport? Tehát először is ugye tud információt adni. Ha nem is egy ember, akkor az a sok ember, aki ott van, egy meghatározott téma mentén van a csoportban, tehát biztos, hogy lesz valaki, aki ahhoz ért. Tudnak inspirálni, tehát mindig valamit felvetni, vagy újabb ötletet hozni, vagy újabb gondolatot. Ha más nem, akkor adhatnak egy úgynevezett társas támaszt, tehát hogy nekem is az a problémám, neked is nem, és akkor itt már könnyebben meg tudunk vinni vele. De folyamatosan megy a kommunikáció, és folyamatosan tesznek valamit, az ugye nagyon erős motiváló erővel bír. Mondjad. Kész is vagy? Ja, prostászos, aha.
Engem már meg. Ezt csinálsz még? Ezt nekem csináltad? Nem? Jó, tessék akkor. Rossz ide van. Szóval a csoportok igentek motiválnak is. Ezt ugyanúgy a kritikusan kell mindig venni, mint mindent az internetről, hogy érdemes ellenőrizni. Mindjárt tudom konkrét csoportokat. Az is nagyon sokszor előfordult, hogy rengeteg ingyenes applikáció, ingyenes játék, ingyenes letölthető, ilyen olyan szoftver, ezek mind felkerültek ezekben a csoportokból, vagy bekerültek így a közbeszédbe. Nagyon sok ilyen ingyenes eszköz úgy működik, hogy úgy hívják, hogy freemium, vagyis hogy free, ingyenes az elején, és prémium később. És erre a 30 nap, beregisztál az ember, erre a 30 nap, és megterhelik a kártyáját az árával. Már mondjuk a kártyájával kell beregisztálni, de mondjuk a nagybetűk, hogy 0 forint. És 30 nap múlva viszont aktiválódik. És hát szülő legyen a talpán, vagy állampolgár legyen a talpán, aki emlékszik rá, hogy 30 napja hova regisztrált be. Egyébként már van erre is külön applikáció, ami gyűjti, hogy hova regisztráltunk be, és oda be lehet írni. És figyelmeztet, hogy ha holnap után lejár a ingyenes időszakod, mindenképpen vagy fizessél, vagy lépjél ki belőle. Úgyhogy ezt érdemes figyelni, hogyha valami ingyenes, azt mindig kér érte valamit. Tehát nincs ingyenes, még az az interneten is működik. Vagy az adatainkat kéri, vagy később pénzt fog kérni. Vagy eladja a mi címünket valaki másnak, és kapunk még több ajánlatot. Tehát, hogy nem tudhatjuk, hogy mit csinálnak, de olyan ingyenes az nincsen. Inkább azt szoktam mondani, hogy hát inkább egy díjmentes. Ez nincs ingyenebéd. És ugye nagyon sok videóban, ezt az előbb is mondtam már, hogy nem tudom, megfigyelték el a mai gyerekek, valami 10 év után, valaki keresek az interneten, akkor nem a Google-ba írják be, hanem a YouTube-ra. Tehát ők már videós megoldásokat keresnek, akkor nem fognak cikkiket olvasni, meg mindenféle letölthető headbookokban keresgélni, hogy mit hogyan kell csinálni. Egy rossz róla egy videót, megérti, nem érti, akkor is érdekli tovább, tehát akkor megy tovább. Tehát ez ilyen szempontból eltanulhatjuk a gyerekektől, hogy a videók tényleg nagyon hasznosak tudnak lenni. Érdemes megnézni, hogy a videóknak a leírását, tehát hogy ki készítette, mikor készítette, milyen értékelések vannak alatta, mi van a komment szekciójában. Tehát azért, mert valamiből van egy videó, attól az még nem válik etalonnál. És ugye angol nyelvtudás, hát hogy az internetvilágában az eléggé fontos dolog. Ki az, aki legalább alapfokon tud angolul? Akkor ezt érdemes fejleszteni. Vannak erre is például applikációk, a Duolingo napig egy órát bolyolgat vele az ember, azért szép látványos sikereket lehet elérni. És akkor nézzük ugye az internetbiztonsági szempontokat, hogy mire kell figyelni, akár a digitális oktatásban, akár csak simán a gyerekek digitális élete során. Először viszont adatvédelem, tehát mi vagyunk az első körben, aki a gyerekek adatait látják. Azon kívül, hogy nem írjuk ki a gyerek tajszámát meg a telefonszámát mondjuk a Facebook oldalunkra, van egy adat, amit nagyon sok szülő kezel a gyerekének. Ez melyik adat? Tudja. Hogy? A fénykép, így van. Tehát a gyerek fotója az egy személyes adata, és ennek ehhez joga van, én szerintem joga van az ekkora gyerekeknek is, meg a még kisebbeknek is, hogy tudjanak róla, hogy hova kerülnek a fotóik, hiszen ez az ő digitális lábunk, amik egész életükben el tudja kísérni őket. Úgyhogy érdemes erre figyelni a gyerek fotójára is, illetve más gyerekek fotójára, és ebben tudatosan gazdálkodni, hogy minél kevesebb itt is a kevesebb a legjobb. Hogyha mindenképpen szeretnénk megosztani családtagokkal, ismerősökkel, akkor inkább zárt e-mail-el, messenger-el, mint hogy a közösségi oldalon. A képernyőtelen is azt ugye azt már beszéltük, hogy napi 3 óránál ne legyen több, és azt is ugye rossz a szünetekkel. A feladatterhelés, ugye ez is az volt, hogy túl sok feladatot kaptak a gyerekek, de ezt is már megbeszéltük.
a pszichéssehez, a gyereknek sokszor ugyanúgy nehéz volt a karantént eljösselni, mint ahogy nekünk, meg azt, hogy minden másképp van, meg hogy feszült az kert szülők, meg hogy otthon van mindig mindenki, meg nem lehet kimenni, tehát az már egy eleve egy pszichés teher. De egy pszichés terhet azt tud csökkenteni, aki át tudja vállalni, tehát hogyha egy szülő is terhelt, akkor nagyon nehéz átvállalni, úgyhogy ezzel megint csak egy valamivel képet tudunk segíteni, hogy a saját magunkat fejlesztjük, a saját erőllétünket és a lelki teherbíró képességünket, így tudjuk ezt átvállalni tőlük, és egyébként ez valami hihetetlen, hogy hogy tud fejlődni az ember, ahogy a legelső diát is mutattam, tehát hogy erre érdemes szembenézni, hogy ha megint lenne, ne legyen, de bármilyen rosszabbodás lenne, akár az iskolai rendben, akár a betegségekben, akár miben, akkor biztos, hogy megnövekszik a pszichés teher, akkor ezt tudjuk tenni, hogy tudatosan készülünk rá. A személyes kapcsolódás is említettem már, hogy milyen fontos. Nekünk felnőtteknek is nagyon fontos, hogy legyen valaki, akivel tudunk terheket megosztani, barát, pár, szülőtárs, vagy akár egy távoli ismerős, de tudjunk feltöltődni, mert egy szülőnek is fontos, hogy feltöltve legyen. És hogy soha nem vagyunk együtt az online térben, tehát ez az online térnek az egyik jellegzetessége, hogy egy végtelen erőforrás. Biztos, hogy van valaki, akit tud nekünk segíteni, és azt érdemes azt megtalálnunk. Ki kell fejeznünk a céljainkat és a saját igényeinket. Mondjad! Hogy? A másikkal is. Másik is kész? Na, szuper vagy. Még jobbak a szíveik. Jó, és a gyereket viszont ne hagyjuk egyedül az online térben, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ha kapasz is online feladatot, és az volt a dolga, hogy menjen fel a plétába, és töltse le, és siráljon meg, és küldje vissza. Ezzel a tízből nem szabad a gyereket, egy alsós gyereket, tehát 12 évnél fiatalabb gyereket nem szabad egyedül hagyni az online térben, hisz hihetetlen módon tudnak olyan tartalmak előjönni, ami őt bántja, akár rajzfilmek közérejtve, vagy magában a rajzfilmbe is bele tudnak vágni akár egy horrorisztikus jelenetet, vagy fölugorhat egy ablak, vagy ha olyan gépet használ, vagy olyan készüléket, amit a szülők is használnak. Nem kell, hogy a szülő ezen felnőtt tartalmakat nézzen, csak mondjuk rákeresett egy hírre, vagy beszélgetett valakivel, és akkor az algoritmus már dobja annak a hírnek a folytatását, ami lehet, hogy a gyereknek egy megrázó. Nem kell a direkt horrorisztikusnak lenni valaminek, hogy a gyereket megrázol, csak az, hogy nem ismeri, az már neki elég ahhoz, hogy megjegyen tőle. És ha egyedül van, és nem tud vele kommunikálni, és nem tud hozzánk fordulni, akkor ez ijesztő lehet számára. Tehát legyünk vele akkor is, hogyha az online térben van, legyünk elérhetők számára, és legyünk a közelben is, lássunk rá monitorára. Tehát egy alsós gyereknek úgy készüléket adni, hogy bevisz az ágyába, bevisz a szobába, és nem is látjuk, hogy mit csinál. Én szerintem ez nem egy jó dolog, tehát úgy asztali gép vagy laptop, úgy, hogy a szülő is rálát, és folyamatosan látja, hogy mit csinál, kivel beszélget, mit tölt le az interneten. Ez egy nevelési helyzet, ez olyan dolog, amit nekünk most először kell kitalálni. Mi nem így nevelődtünk, nekünk nem ilyen volt a gyerekkorunk, ezt nekünk kell kitalálni, hogy csináljuk jól. És akkor mutatok egy pár csoportot, amit ugye ígértem, hogy ahova érdemes belépni. Nem tudom, ki ismeri ezt a csoportot, ezt az online otthonoktatást. Ez az a csoport, amit én 2020. március 12-én, tehát a digitális oktatás elrendelése előtti napon, csütörtökön létrehoztam, mert ugye kerestem egy olyan csoportot, mert én aggódtam, hogy mi lesz most így a tantermi oktatással, és kerestem egy online otthonoktatással foglalkozó csoportot, de még nem találtam, akkor létrehoztam. És megosztottam egy pár helyen tanárok között, hogy dobjuk össze, hogy kinek milyen eszköze van. És akkor péntek este 9-kor elrendelték az otthonoktatást, biztos mindenkinek megvan ez az élmény, hogy 7-től digitális tanárok lesz. Akkor elkezdtek az emberek belépni. Először 1000-en, 10000-en, aztán 84000-ig sem állt a belépők száma. Tehát most ez egy közel 100000 fős csoport, hogyha ez egy város lenne, ha összeköltöznénk, akkor mi lennénk Magyarország 10. legnagyobb városa. Hát van egy 89000 fős csoportom, és abban az első napokban, napi
több száz poszt volt erről, hogy milyen platformok, milyen eszközök, ingyenes tankönyvek, ingyenes eszközök, ingyenes applikációk, így csinál, úgy csinál, és rengeteg információ volt, benne vagyok a csoportban oktatási hivatal elnökétől kezdve, rengeteg pedagógus, szülő, tehát ez egy hatalmas erőforrás és tudásbázis. Azóta az adminokkal, 20 admin dolgozott az első napokban, teljesen önkéntes munkával csináljuk ezt az egészet. Most már csak 3 aktív admin van, de nagyon szigorúan meghúzták a határokat, bárki beléphet, bárki megoszthat, de csak szigorúan saját tartalmat, linket nem. Tehát se egy YouTube videót, se egy valahonnan oda linkelt könyvet, vagy ilyesmit nem lehet, tehát mindenki csak a saját kérdéseit teheti fel, és arra választ kaphat. És hogy ehhez az eddigi tudásokat kihozzuk ebből a csoportból, hiszen a Facebook csoport nem az enyém, én hoztam létre, nem az enyém, hanem a Facebookét, és bármikor megszüntethetik, mert úgy gondolják. Tehát itt hoztunk egy oldalt, aminek szintén az a címe, hogy onlineotthonoktatás.hu. Sajnálom, hogy ilyen nyakatekert címe lett, nem gondoltam nagyon végig, hogy ez milyen nehéz azt kimondani. Tehát az onlineotthonoktatás.hu oldal, ékezet nélkül, azon külön megvannak ezek a platformok, és leírva részletesen, hogy melyiket hogy kell használni, illetve lehet keresgélni. Tehát ez az egyik csoport, amit javasolni szeretnék, és hát nézzék el nekem, hogy a saját csoportom, de tulajdonképpen véletlenül lett az én csoportom. Igen, 89.120 tag van benne, ez ma reggeli állapot is. Viszont ott van ugye a logójában, hogy létrehoztunk, a pedagógusoknak hoztuk létre tulajdonképpen az online oktatást, úgy gondoljuk, hogy nekik lenne jó, ha csak ők lennének benne, és a szülőknek pedig egy digitális szülőcsoportot, úgyhogy ugye mutatok is, igen, tehát ez a digitális szülőcsoport, ez sokkal kisebb azért lezárni, hogy ezt egy hónap múlva hoztuk létre áprilisban, ebben csak 3500-an léptek be, tehát addigra mindenki, aki akar valamit, az már belépett valamelyik csoportba, itt már nem jutott olyan sok ember lesz, hanem azért 3500 ember, hát félszada körülbelül. Azért azok is, az is egy szép szám. A kettő között itt, ez személyes kedvencem ez az oldal, ez a fiatal ember Fegyverneki Gergő, akit itt látunk, és ő kaméleon pedagógusnak mondja magát, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodni tud a digitális térben felnövekvő gyerekeknek megfelelően alakítja a pedagógiáját, és ő rengeteg ötletet, színes dolgot oszt meg ebben a csoportban, döntően pedagógusokkal, de szerintem annyira gyerekbarát, és annyira könnyen érthető, és annyira színes, amiket megoszt, hogy szerintem a szülőként is tudjuk használni. Ugye úgy tudunk egy csoportot követni, hogyha belépünk, tagjaivá válunk, igen, a csoportnak tagja van, ott van, hogy tag. Ez pedig egy oldal, ez pedig kedvelni lehet. Tehát ha az ember megnyomja a követel vagy a kedvelem gombot, a like gombot, akkor attól kezdve a saját üzenőfalára kapja a frissítéseket, amiket a Fegyverneki Gergő megoszt ezen az oldalon. De csak akkor, hogyha az algoritmusok felismerik, hogy minket ez az oldal tényleg érdekel, és azon kívül, hogy egyszer megnyomtuk ezt a kedvelem gombot, nem érdeklődünk iránta, akkor nem fogunk látni a frissítéseket. Tehát néha érdemes felkeresni ezt az oldalt, lájkolni egy-egy posztot, írni egy-egy kommentet, tehát hogy lássák az algoritmusok, hogy ez minket érdekel. Ez szerintem nagyon sok nehéz szülői feladatunk van, ez talán a legkönnyebb, hogy egy oldalt lájkolgatni. És akkor ez is, bocsánat az örletlámért, de ugye ide is ezért jöttem, hogy erről beszéljek. Itt is olyan dolgokat szoktam megosztani, amik úgy gondolom, hogy a oktatásban segítenek. Tehát ez is egy oldal, és itt is arról van szó, hogy általában olyan cikkeket hozok, meg olyan műsorokat, meg olyan könyveket, meg olyan helyzeteket mutatok be, amik arról szólnak, hogy hogyan lehetünk a digitális térben egyre jobb szülők. Jó, ez a tudatos digitális szülő oldal, ez is olyan, hogy beköveti az ember, de én nekem nincs olyan gombom, mert ez a saját oldalam, és akkor annak kezdve lehet látni, miket osztok meg. És akkor még egy csoport, ez egy privát csoport,
ugye nincs is túl sok tagja, 400 valamennyi, a digitális pedagógiai műhely, és pont most csütörtök este lesz egy online konferenciájuk erről, hogy hogyan oldottuk meg a karantén oktatást. Én azt mindenképpen meg fogom nézni, és részt fogok azon venni, és majd fogok róla írni, de ha valaki szeretne, akkor ő is részt vehet. Jó, ez megint csak olyan, ahogy lehet látni, hogy privát csoport, tehát vagy megkívás révén lehet bekerülni, vagy be kell kérni, hogy lépjünk be. Egy privát csoportnak ugye megvan az a érzése, hogy ott csak azok lehetnek ott, akiket oda beengednek. Tehát van egy célja annak a csoportnak, és akkor valaki figyel, hogy ennek a célnak megfelelően működjenek. Jó? Na, most megállok egy kicsit. Egyrészt iszok viszont, másrészt, hogy van-e valakinek kérdése? Hát igen, vagyis valaki
reakciónak egy képet, vagy elküldi ő. Valaki hozzáférzik ahhoz a képhez. Most nem akar egy ilyenféle képregényt kitalálni, de akkor egyébként bejöhet most bárki. Nem egy, hogy bár az ajtó, lesz egy képet, kimegy, vagy most nem egy titkos szeánsz, de hogy egy ilyesmit lehet. Értem, de akkor egy Facebook, hogyha a titkosítást nincs rá, akkor egy nyilvánosság. Úgyhogy igen, tehát bele lehet. Nincs úgy bárít, hogy nem nyilvános, akkor bárki. Akkor sokan látja, aki ezt behozta, fölzente. De én ezt szoktam javasolni, hogy valakinek ilyen struktúrai vannak, és joga van hozzá, akkor azt nem használja őket, hogy ezt tudok tett az internet, csak biztonságosabb tud lenni. 100%-os biztonság nem az internet. Az egyik kommunikációs csatorna a biztonságosabb. Adottunk kell beszélgetni valakivel, kettőnek az a biztonságos. Tehát semmi nem tud garantálni se a lehallgatás mentességet, se az, hogy valamire készítsz, vagy egy fotót. Nem tudom, mit ért a biztonságot. Tudod, hogy más is látja, akkor még az nem lesz kevésbé biztonságos. Tehát most menjünk tovább, de még erről beszéljünk. Én ennyit tudtam hozzátenni. Na, tehát a digitális írástudás, ugye az, amire nekünk szükségünk van, és abban érdemes fejlődnünk, és most azért is vagyunk itt, hogy ebben fejlődjünk. Csak hogy érdemes ezt a kifejezést így ízlelgetni, tehát ha tudjuk írni, olvasni a digitális térben, az, hogy tudjuk minél több módon kifejezni magunkat, például, amit az előbb említettünk, hogy akár azt, hogy ismerjük egy felületet, milyen funkciói vannak, mit lehet vele létrehozni, ez nagyon fontos. Érdemes különböző oldalakat, amiket előbb is mutattam, illetve blogokat is követni, hát a bloggerek ugye sokszor egy szakember megoszt információkat, ugye az a blog, az álló, frissülő internetes napló, és abban olyan tudások lehetnek, amik nekünk hasznosak. Elég, ha csak egyszer megkövetjük, és akkor onnan kezdve mindig megkapjuk a frissítését. A csoportokat már említettem. Én nagyon sokszor van, hogy egy csoportban tiltják a reklámot. És mit jelent az, hogy reklám? Ez ugye a hagyományos értelemben nekünk, akik hagyományos eszközökkel nőttünk fel, az a reklám, hol egy effekt, jön egy reklám, egy másik effekt, és vége van. De az interneten ugye akkor is reklámoznak valamit, hogyha csak beszélnek róla, vagy hogyha valaki egy linket betesz, vagy hogyha valaki egy YouTube videónak a linkjét beteszi, hogy nem akarja, hogy reklámozzuk, ez egy ingyenes dolog, lehet, hogy teljesen ingyen van, de mivel mondjuk egy nagy létszámú csoportban megosztja, akkor sokan meglátogatják azt, és onnan kezdve ő neki már anyagi haszna lehet, és az interneten a látogatottság, a kattintás szám az egy nagyon értékes valuta. Úgyhogy érdemes erre figyelni, hogy nem véletlenül tiltják egy-egy csoportban a linkek megosztását. Ingyenes ajánlékekről már beszéltünk. Felajánlások is sokszor így voltak, hogy ugye felajánlott valaki a könyvét, egy író ingyenesen, letölthető formában, de kért hozzá egy e-mail címet, meg egy regisztrációt, és onnan kezdve már erre a címre küldte mindig az újabb és újabb ajánlatait, hogy csak most, holnap, utáni, rendelt meg, soha vissza nem térő alkalom, úgyhogy ezt is érdemes figyelni. Segítségkérés etikája, ugye ez megint csak ebben az óriási, nagyon nehéz helyzetben, amikor március-áprilisban bekerültünk ebbe a helyzetbe, akkor volt, hogy valaki megkérdezett valamit, hogy valamihez szüksége van segítségre, akkor kétféle szélsőség mentén kapott választ, vagy kapott segítőtíz válaszokat, és konkrétan megmondták neki, hogy hol találja ezt, meg hogyan kell csinálni, vagy pedig elhordták mindennek, hogy ő hogy ilyen tájékozatlan, miért nem tudja, mert hányszor volt erről szó, és ugye ki a vérbőségletének a kultúráltságának megfelelően ezen a két végleten ment a kommunikáció, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy valami segítséget kér, akkor egyrészt tanítsuk meg segítséget kérni, keresse meg előtt, keresse rá, hashtagekre keresse rá, kulcsszavakra keresse rá, tehát aki segítséget keres, az is először próbálja meg saját maga megtalálni, és amikor végképp nem találja, akkor keressen. Most már sokan használják a Facebook csoportokat, mint a Google, hogyha nem azt kérdezik, nem megnézik, hogy mondjuk Gödöllő hol van fogorvosi rendelő, és ki a fogorvos, és mikor van nyitva, hanem kiírják a csoportba ezt, hogy mikor van a Gödöllőn fogorvos, és majd aztán sokan összedobja a tudást, és akkor neki nem kell
ugrizni, hanem csak olvasgatja a mások posztjait. Úgyhogy erre érdemes figyelni, hogy a saját fejlődésünk érdekében tegyünk ezért, és mi vezessük a tanulási folyamatainkat. Mindenki maga tudja, hogy jól szeret tanulni. Na, tehát most hogy tudjuk a gyerekeknek a kütyüzését szabályozni? Tehát ennek nincsen egy olyan szabály, hogy most azt mondom, hogy na akkor 8 éves gyereknek napi 3 óra ezt az oktatásra valakhoz, amit mondtam, és ennyit lehet kockolni a 10 évesnek, annyit, 15 évesnek, amennyit. Tehát ez nem egy ilyen különbözőség dolog. A család életétől, a gyerek érettségétől függ, a család mindennapi terheltségétől, a lakás körülményektől, a házaspár életviteléktől, nagyon sok mindentől függ. De hogy ha kihozunk egy szabályt, akkor azt tartjuk be, az viszont már a mi dolgunk szülőként, és hogy legyen előtt egy értékes. Tehát, hogy te most nem éhezhetsz, hanem mert elmegyünk kirándulni, mert nekem fontos, hogy mi kirándulni menjünk. És mindenki más éhezheti akkor az osztályba, igen, de mi nem, mert mi mások vagyunk, nekünk ezek az értékeink. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen értékeket kell átvinnünk a gyerekeknek. Egyébként azt figyeltem meg, hogy először reklamálnak, hogy már mindenkinek megengedik másodszor, és reklamálnak, amikor már elfogadják, hogy nálunk ez így van. Úgyhogy ezért érdemes, hogy mutatok majd erre még egy trükköt, és hogy lehet egy osztályban ezt megbeszélni. Tehát a 3 órás időtartam is mindenképpen minél többször meg kell szakítani a internetes tevékenységet, tehát álljon fel, menjen ki, foglalkozzon más dolgokkal, mozogjon, igyon vizet, kisebb gyerekek persze még többet mozogjanak, tehát semmiképpen nem szabad a gépek, önmagukban meg tudják adni azt a élményt, hogy föl sem áll előtte, és ott tud maradni órákig is, nem olyan, mint egy könyv, vagy egy nyilván oktatási helyzet. Ugye nekünk külön figyelni kell szülőként, hogy föl kell csak és mozgassuk őket, ugyanúgy magukra is erre figyelni. Erre a gyerekek szoktak nekem mondani, a legváltozatosabb trükköket, amit csinálnak, egyik a anyukájának a főző tojását vitte le, és beállította a 20 percre, és akkor az csiringelt, vagy az okos óráját beállította, vagy hát hívva a telefonja, csörgött, bekkelt, bármit, ami vagy külső, vagy a legjobb az, hogy azt mondja, na, én már 20 percet tudok, és már felállok. Azért ez elég ritka, de hát hol még egy is. Ez a baj, igen, hogy a gyerek szület nem érdekli, hogy nem érez eléggény. Erre például nincsen valami konkrét akiket, vagy olyan okosság, hogy ezt segíteni? De a szülő nem érdekli. Ez pont ez a téma, ami miatt egyet elég tűnök, és azt mondom, hogy nekem 4 gyerekem van, kisebbek vagyok, tehát én nem tudom azt harmadosan mondani, hogy a nagyokhoz bemenjek óránként, hogy most tartsa a szünetet. Nyilván neki nincs rá igény, meg nem állna föl, ő szerintem egész nap nem állna föl, járok anyakára. De mikor közben tényleg 4 gyerek, meg háztartás, meg főzés, akkor nem tudok kényesedni, hogy azt mondja, hogy fú, most idő van, hogy tedd le. Erre van a... Amire valami... Na, erre egy segítséget. A szülői felületi programok azok pontosan pont erre vannak kitalálva, hogy beledállítani egy időkorlátozat, hogy milyen tartalmakat lássanak, milyen kulcsszavakat érjen, vagy ne érjenek, tehát beledállítani, hogy mi az, amire le tudjon rákeresni. Illetve be lehet állítani, hogy csak ez a 3 oldal jelenjen meg. Ezeket a szülői felületi programokat Magyarországon a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyűjtötte össze. Van köztük nagyon sok ingyenes is. Az a weblap címe, hogy gyermekbarát.nmhh.hu. Szerintem gyermekbarát, de ez egy gyerekbarát, ez szerintem gyermek. Tehát gyermekbarát.nmhh, tehát Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. NMHH. És akkor ott, ezen nincs internet, ugye? De. Van? Akkor meg is keresünk. Segítesz? Köszönöm. Vagy ezen az oldalon, hogy elmondom, hogy mit fogunk látni. Tehát van egy nagy táblázat, és azokban vannak ezek a programok felsorolva. A különböző oszlopazonosítókban először is az, hogy ingyenes vagy nem ingyenes. Nagyon figyelni kell, hogy lehet fizetős legyen, vagy ha fizetős, akkor tudja az ember, hogy a másik az, hogy mit tudunk vele szülni, tehát csak az idő, csak a tartalmat, vagy összességében, magyar nyelvű, vagy angol nyelvű, ezt is érdemes figyelni.
illetve minden szolgáltatónak, tehát a UPC-nek, telefonnak, a képen itt van, kötelező a saját honlapján legalább egy ilyen szülőprogramot elérhetővé tenni az ügyfelek számára. Tehát az NMHH oldalán is, és a saját, általában nagyon elrejtik, tehát a társadalmi szerepvállalás ilyen néven, vagy ugyanez angolul CS-sel írják, vagy ügyfeleinknek, és akkor ezt az így, vedd meg ezt a telefont, vedd meg ezt a telefont, vedd meg ezt a telefont, és akkor valahol a legaljának is kell ott van, hogy egyébként pedig van egy ingyenes programunk. Tehát, hogy minden szolgáltatónak a honlapjára kellett találni. Nekik kell rendelkezésre, bocsánat, egy játéknak a programját. Ez nagyon jó kérdés volt, igen. És az 2014 június óta, azt hiszem, azóta kötelező. Nem tudom, hogy a könyvtárnak is kötelező. Mióta van ez a májka? És akkor ezzel belül, hogy jelnek alá. A könyvtárban is van például egy mélyebb rétege, nem adnának fel még, de már kevés szülőnek van annyi ideje,
hogy bemenjen a TIH-ház értékelési komment szekciójába. Ott viszont a gyerekek viszont ott vannak, mert a gyerekek van idejük. És nekem is volt erre időm, hogy ezt megcsináljam. És akkor ott írogatják, hogy na, a Budalék már megint fölraknak egy programot, nézd, így lehet feloldani. És pillanatok alatt feloldják. Úgyhogy hát az jó, hogyha a gyerek látja, hogy vele törődnek, hogy a szülei szeretnék őt megvédeni, hogy a szülei törődnek az ő lelki egészségével, mindenképpen jó. Hát nyilván beszélget az ember, és nem csak egyszer csak mindegy éjszaka ráteszi, és reggel a gyerek úgy kell fel, hogy nem tud a telefonjával semmit kezdeni. Tehát, hogy érdemes erről beszélni, akkor működik. Egyébként itt van a Zenemhálózatnál egy videó is erről valahol, ahol erről van szó, hogy ez mindenképpen csak kiegészítője tud lenni a gyereknevelésnek. Most nem találod, ezt mindenkire rábízom, jó, hogy megkeresgélje. Ez alapján így el lehet indulni. Jó. És van még egy magyar nyelvű internetes szűrőprogram, ami viszont iOS eszközökkel működik, Apple eszközökkel. Arról is tudnánk beszélni, de most egyiket sem akarom itt külön kiemelni, jó? Kezdjük el erre beszélni, és maximum megkeresek, és akkor segítek a további lépésben, jó? Na, de jó, hogy is tudod? Mindjárt visszajövök beszélre. Te? Igen. Elvileg. Az van? Az. Szuper. Na. Ugye, ahogy beszéltük, igen, az eszközök nagyon addiktívak, nagyon dolgozják a gyereket, és azokat a hormonokat adják az agynak, ami a jutalmazási feladat, dopamin, adrenalin, oxitocin, jaj, de jó is lenni, jaj, de szeretek itt lenni. Mindig van egy újabb effekt, egy újabb csili-pili, egy újabb valami, amitől az agyuk ugyanaz a jutalomérzést kapja, mint amikor valami teljesítünk egy feladatot, amikor együtt vagyunk valakivel, akkor játszunk valamivel, tehát ez nagyon könnyen beszokja az agyat. Ugye ez a dolgunk ebben, hogy ezt helyettesíteni tudjuk. Tehát mi adjuk meg azokat az élményeket, amiket az online eszközök adnak, nem tudjuk, és nem is tudjuk olyan mértékben megadni. Hát ez a nevelési helyzet nekünk most, ez minden szülőnek, minden életkorban van egy nehézség nekünk. Én azt gondolom, hogy ezzel lehet egyezni, és mindjárt mutatok még megoldásokat, hogy mi segíthet ebben. Tehát egyedül egy szülő, egy gyerek, az mondjuk könnyű eset. Egy szülő, négy gyerek, az már egy nehezebb, vagy két szülő, négy gyerek, még az is nehéz helyzet. Ilyenkor az segít, hogyha összefognak a szülők egymással, és egy osztályuniót mondjuk létrehoznak. Tehát mi, a harmadik C osztály szülei, nem engedjük a gyereket a Viber-t használni, nem engedjük a gyerekeket az internetre, nem engedjük a gyereket, hova játszanak, és akkor ez megbeszélik a szülői értekezleten, és akkor mindenki ehhez tartja magát, akkor is lesz a 20 gyerekből 3 család, vagy 5 vagy 6, aki azt mondja, hogy ő neki nem mondja meg senki, hogy mit csinál, azt csinálok, amit akar, vagy nem bírja a szülő, vagy bármi miatt kicsúszik ebből, de mégis van egy akarat, egy közös értékrend, amit így kifejezünk, egy ilyen osztályminimum. Úgyhogy ezt érdemes, én úgy gondolom, hogy egy példamutatás, hogy a szülő is aktívan él, a gyerekkel való együttműködés, a gyerek bevonása ebbe, elmondva az, hogy mi lehet ebből. Nagyobb gyerekekkel érdemes megnézni például ezt a Social Dilemma című filmet, amit amúgy korábban kisebbekkel, pedig olyan videókat, amiket mindjárt mutatom, hogy melyik oldalakon van, például a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a keresem a Pendágunknak a szalagján az a felirat, tehát nem lehet, hogy gyermekmentő szolgálatnak a YouTube csatornáján, nagyon sok ilyen videó van, ami erről szól, meg van egy olyan oldal, amikor az a cím, hogy szaferinternet.hu, saferinternet.hu, és azon is nagyon sok videó van, amit a gyerekekkel meg lehet nézni. Ilyen internet biztonsági témában. És ugyan elrettem tőle neki? Hát nem is elrettem, inkább elmagyarázom, hogy mi ez a helyzet. Érdemes megnézni ezt a rövid videót, ilyen 3-4 percesek nekünk felnőtteknek, és amikor már az ember tudja, hogy miről szól, akkor így együtt leülni és beszélgetni róla. Ezt megint csak minden gyerek más szókincsel, meg érettséggel rendelkezik.
De ezekben a könyvekben is nagyon sok ilyen tanács van, amiket adtam. Hát én általában azt látom, hogy az a gyerek, akinek a szülei baráti társaságba járnak, túráznak, együtt főznek, gazdag társadalmi és aktív életet élnek, azok a gyerekek nem esnek bele ebbe az internet csapdába. Azok a gyerekek, akik ahol otthon konfliktus van, szülők, tehát ahol nem működik jól a család, esetleg valamelyik szülő túlterhelők, vagy egyedül van egy szülő, ott hamarabb elmegy a gyerek egy függőség felé, de jó állapotú családban nem alakul ki függőség, az mindig a jele valaminek, az nem az internet miatt van a függőség, vagy az elcsúszás, hanem a családi helyzetek miatt. Hát ez nagyon, én javaslom, hogy ezt kerüljük el, hogy ha megcsinálod a házat, akkor gépezhez, ha rávertél a kis tesódra, akkor elveszem a telefonodat, tehát hogy az ugye nincs egyenlős, olyan jutalom értéke lesz, ami nincs hozzá kapcsolva tulajdonképpen a tevékenységhez. Tehát, hogyha megcsinálta a házi, akkor az a jutalma, hogy abba hagyhatja a házi írást, és mások az iskolában eredményes lesz. És ha rávett a tesójára, akkor annak az a büntetés, hogy bocsánatot kell kérnie, és szégyelje magát. Tehát ne kapcsoljuk a digitális eszközöket a többi tevékenységhez, mert abban kiragadjuk a tulajdonképpen a célrendszeréből, és fölértékeljük, tehát még értékesebb lesz akkor, és elveszíti magát a tevékenységét. Hát, ugye ezt is már mondtam, hogy fontos, hogy egy tervet hozzunk létre, és azt szerint éljük az életünket. Ez a digitális oktatásban, a karantén oktatásban különösen fontos volt, amikor ugye lehetett hova menni, hogy legyen egy napirend, hogy mikor, mit csinálunk, mennyi ideig, mikor lesz szünet, mikor vagyunk aktívak, mikor vagyunk együtt, mikor kapcsoljuk ki, minden nap legalább egy óra digitális detox, nekünk felnőtteknek is nagyon fontos, az évre eltelt időben egy óra, és tudatosan. Tehát most én kikapcsolom a telefont, és leteszem, és akkor sem veszem fel, hogyha csöng, sőt nem is foglak elérni, mert én most vele társasozok, főzök, nézem a plafont, reszelem a körmöm, akármit csinálok, csak hogy ez, ami korábban sem volt, ugye ez a digitális világ nem volt ennyire körülöttünk, most hirtelen nagyon túlságosan körülöttünk. Tehát, hogy tervezzük meg, hogy mikor, mire, mennyi időt szánunk, ez megint csak egy szülőtől jövő kezdeményezéssel nagyon erősen tud nevelni. És akkor ehhez van egy nyomtatvány, ez egy Kovács Katinka néven van fent, ugye ez is benne volt a mi csoportunkban, és itt nem lehet látni, de körülbelül 1000 megosztást kapott ez egy házirend, egy olyan házirend, olyan napirend, amit ki lehet tölteni, tehát egy üres napirend, amit ki lehet tölteni, de van egy teleírt, amit ez a Kovács Katinka, ez egy iskolapszichológus hölgy, és írt hozzá egy tanácslistát, hogy hogy érdemes egy családi napirendet létrehozni. Jó? Tehát ez március 14-én, tehát még az első tanítási nap előtt, ugye ez pont egy szombati nap volt, akkor létrehozta, mondom, 1000 megosztást kapott, tehát elért körülbelül 200 000 ember ez a dokumentum, szerintem nagyon hasznos volt, jó? Tehát érdemes egy ilyet csinálnunk és megterveznünk, vagy így a csoportban, tehát ha valaki belép ebbe a csoportba, vagy online oktatás, akkor itt a keresőbe beírja azt, hogy Kapirend, vagy azt, hogy Katinka Kovács, akkor meg fogja ezt találni. De én is el tudom küldeni külön is. Ugye ezen a nagyon jó hangulatú képen is az van, hogy ennek felmentek már ez a könyv neki, de hogy igazából nagyon fontos lenne, hogy beszélgessünk a gyerekekkel az online élményeikről. Melyik játék, mit csinál, mit ad nekik, mit látnak az interneten, milyen csoportban vannak benne, milyen élményeik vannak, ezt ugye minél nagyobb egy gyerek, annál inkább érdemes erről beszélgetni, természetesen mi is beszélhetünk a mi saját élményeinkről. Ez egy ugyanolyan együttlét, egy közös élménybemosztás, mint amikor elmesél az ember, hogy hol járt kirándulni, vagy mit látott egy másik országban, vagy mi történt vele aznak. Ezt vegyük be a családi beszélgetések közé. Én nagyon furcsának szoktam látni, amikor ilyen kirándulásom, erdőben, vagy teljesen off-os helyen
erről felvett egy gyerek, hogy valamilyen Minecraft-os élményét, vagy valamilyen videójátékot elkezd elmesélni, és akkor lecsittek a szülők, vagy a felnőttek, hogy itt az erdőben maradnál már nyugtól is ezzel a digitális dolgokkal lenni, tehát a gyerekek ez van a fejében, ez foglalkoztatja, tehát akkor beszélges, akár a parkban sétál közben is, de hogy el tudja mondani, hisz ez neki fontos, ez őt foglalkoztatja. Úgyhogy szerintem ebben megint csak nekünk kell érzékenyednünk, megint csak nincs róla tapasztalatunk, mert ide, mi 10 éves korunkban nem Minecraftoztuk, de a reforma egyébként azért én érdekes el gondolkodni, hogy azért vagyunk ilyen acélos jellegűek, hogy ezek mi nem voltunk függők, mert nem volt a reforma. Nem hiszem a tetris jelent. Tehát, hogy érdemes vele gondolni, hogy... Tehát, hogy mi csináltunk volna. És ugye sok felnőtt, igen, csak biológia nőtt fel. Na, tehát, hogy ez viszont abszolút létrehozható, hogy legyenek ilyen no-net zónák, ahol egyáltalán lehet kifűzni. Mit gondolnám, melyik az a helység, amit a legtöbb családban kijelölnek, hogy oda nem lehet kicsit vinni? Konyha. Melyik? Igen, a fürdőszoba szokott lenni meg a WC, hogy nehogy beleessen és tökre menjen a készülék, amit mégis jogos. Igen? Konyha. Melyik? A konyha. Kocsi? Konyha. A konyha. A konyha, igen. Tehát igen, a konyhát is szokták, ugye az étkező asztal, ami viszont a legfontosabb szerintem, hogy képernyőmentes legyen, az a gyerek ágya, meg a felnőtté is. Tehát, hogy az elalvás előtti egy óra, az teljesen képernyőmentes legyen. És ez megint csak egy nevelési dolog. Tehát, hogy nem mondottuk neki, hogy akkor addig is sörbe vagy, nézze meg magának egy mesét, addig se zavar minket, és ez nincs vele teljét életélet mellettem. Természetesen van, amikor az ember egy ide kimerült, és a gyerekek le akarja valamivel kötni, de ez egy kritikus fontosságú dolog, hisz olyankor az agynak el kell csendesednie, azoknak a dopamin, oxitocin, szerotonin anyagoknak le kell apadnia, minél kevesebb fény kell, hogy érje az agya, meg kell, hogy jelenjenek a saját gondolataink, hogy fel tudja azokat dolgozni. Tehát ez nagyon fontos az elalvás előtti képernyőmentesség. Bocsánat, és ez is egy nevelési dolog, már tudjuk a szobában rendeztet, mint ahogy a suszkulcsot sem törgetheted, és a az iskolában, tehát ezek ilyen határozott dolgok kell, hogy legyenek. Bocsánat, 6 óra 20 van, nekünk még majd házit kell csinálni. Tessék? 6 óra 20 van, és nekünk még csak még házit kell majd csinálni. Ja, jó, csinálni. Mert ez az utolsó. Ja, szuper! Jó, tehát ez az utolsó, okay. Hogy a családban egy szülőtársakkal közösen hozunk szabályokat, és úgy beszéljük meg a programokat, illetve egy-két gondolat még ehhez, tehát hogy mindenképpen nekünk kell fejlődni, de hogy aki itt van, az fejlődött most. Ezt a mondtam, hogy találunk, biztos, hogy találunk olyan dolgot, hogy fejleszt minket, és hogy mi vagyunk az a generáció, és mi nálunk megfordul, és a gyerekekkel tanulhatunk. És hát köszönjük szépen a könyvtárnak a lehetőséget.